Sziasztok! Horváth Péter vagyok. Nos, ez egy olyan videó, amit már nagyon sok ember foglalkozta és kérdez, hogy a híd gyülekezetébe menni a belépődíj. Nos, ez már nagyon régóta terjed, ez a teória, ez a hír ebbe a gyülekezetbe, hogy elvileg oda belépődíja lehet bejutni. Hát én nem tudom tulajdonképpen, hogy ki találta ki ezt, de szerintem jó lenne ezt abba hagyni, mert ott nincs belépődíj. Tehát én nem tudom, ki találta ki, de nyilván valaki kitalálta, mert magától ez nem jöhetett volna létre, ez a kérdés. És tudjátok, mióta van ez? 2002 volt, 2003 óta van ez a kérdés a gyülekezetben. És azóta nomadják ezt a kérdést állandóan. Mennyit kell befizetni? Hány helyet kell lefoglalni? Meg ilyesmi. Én 2014 óta járok oda. A honlapra már nem emlékszem, de azt tudom 2014. Mert arra az évre nagyon jól emlékszem. És ott semmilyen belépő díj nem volt. Az most más egy koncert. Tehát az most más, ott van egy Pajor Tamásos koncert. Az teljesen más. Hogyha... Igen, koncert például. Már volt már ott jó párszor koncert. Arra nyilván kell fizetni, mert az azért az nyilván ott, ha nem ingyen van. Tehát amikor volt Pajor Tamás koncert 2014-ben és 2016-ban, akkor nyilván kellett fizetni. De azért, hogy elmennéd Isten tiszteletre, szerdán, meg szombaton, jó, hát régebben vasárnap volt a vidám vasárnap, de most már inkább vidám szombat van, már átvettél szombatra, vagy éppen ha konferencia van, azaz pénteken, szombaton és vasárnap, akkor sem kell. Oda semmi. Nem, tehát röviden és tömören, nincsen belépődíj, ingyen be lehet jutni a gyülekezetbe, ha elhiszitek, ha nem. De higgyétek el, mert ez tényleg így van. 2014 óta járok, és egyszer sem kértek tőlem semmiféle belépődíjat. És még, csak meg is lehet nézni a weboldalukat, a hídgyülekezetnek, vagy a vidámosan a weboldalat, ott hol van az, hogy a jegy áll? Tehát ez nem mozi, ez nem színház, ez nem cirkusz, ez Isten tisztelet. Hát miért? Miért a templomba kérnek jegyet, hogy bemenni? Nem! Hát nyilván, hogy nem. Hát miért kéne élni egy templomba? Hát a templomban nem kérnek jegyet, akkor itt mit, miért kéne? Semmi. Miért sem kérne? Csak azt, hogy legyél ott. Azt akarják, hogy ott legyél. Semmi más tomot tulajdonképpen. Mennél el oda, aztán, ha mész többször, mész, ha nem, nem. Ennél az egész. De nyilván azt akarják, hogy ott legyél, megérts, hogy miről is szól. Tehát, hogy megérts, hogy miről is szól, az a prédikáció, amiről éppen beszélnek. És azt akarják, hogy megérts. Ha ebből nem érted meg, hát akkor gyere még egyszer, hát ha megérted másodszorra, kezded meg kapcsolatban, miről van szó, akkor gyere harmadszorra, már harmadszorra megérted, akkor gyere ned egyszerre, mert akkor már mindent fogsz érteni, hogy miről is szól a prédikáció. És ennyi az egész. Tehát azt akarják, hogy megértsd, hogy miről is szól tulajdonképpen a Biblia, meg és hogy miről is szól az a fejezet. Mert minden fejezetnek van értelme. Tehát mit tudom, én mondok valamit. Máté. Na, Máté evangéliumban is csak úgy mondtam valamit. Most én nem per pillanatban mi van oda leírva, de annak is van értelme. Mert a Bibliának van értelme. Tehát nem az, hogy jaj, hát ez dögunalmas, semmi Superman, semmi Batman, Flash,
stb. Nincs benne. Az egy dolog, hogy nincs benne, csak az a különbség, hogy ez megtörtént esemény alapján játszódik. És a benne meg Superman, hát az még nem megtörtént, hanem fantázia, ami van némi kis különbség. Tehát az képregény. A Biblia az nem képregény, hanem valóságot idéz elő. Az utolsó szavam, nincsen belépni a hit gyülekezetébe. Ingyen be lehet oda menni. Szerdán és szombatonként van összejövetel, úgyhogy igen. Na hát akkor ennél is lett volna az új videó, hogy ha esetleg még ezek után van kérdésetek, amit már egyébként nehezen tudnék elképzelni, de ott ha van, azt írjátok le kommentbe, és akkor szívesen válaszolok is rá. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok!